volt egy ember, és annak három fia. És neki volt egy aranyalma fája. Nagyon megnőtt, és csak fent volt csak alma. És azt senki se tudta leszedni. Eljött a világ legmagasabb embere, de még a legalacsonyabban lévő almát se tudta elérni. Ezért vállalkozott a legnagyobb fia. Nagy feltaláló volt, akár csak a két öccse. Feltalált egy olyan szerkentyűt, ami fölrepíti. Fölrepült magasabbra, mint az a nagy almafa, de akkora volt, mint két nagy jegenye, és föléjük fölrepült, és egy ágban megakadt a nadrágja, és nem tudták lehozni, és leszakadt a nadrágja. De hála Istennek jól leszállt. De azt mondta az apja, hogy még egyszer ne próbálkozz, mert te csak katasztrófa vagy. És ezért vállalkozott a középső fia. Az már nem volt akkora föltaláló. De csinált egy úgynevezett létrát, mert az volt a neve. Már csak egy karnyújtásnyira volt az alma. Mindenhogy próbálkoztak, de nem sikerült. Aztán a legkisebb fia a legkisebb feltaláló volt. Olyan volt, mint az egyszerű feltalálók. És arra gondolt, hogy egy biztonságos ágyúval kilövi magát. Kilőtte magát, és kinyújtotta a kosarát, egybe leesett. De azt mondta az apja, hogy örülök, hogy egyet leszettél, de ez a fél fogunkra se elég. És jött a második próba. Egy kisebb fát odaültetett, egy nagy tölgyfát, azon volt egy palló, ami átvezetett az egyik ágra, levágta és leszette az almát. Tovább mászott, mert ott csak az az egy volt. Aztán látott még hármat, azt is levágta, meg még talált még kettőt, ami 100 000 volt, azt is levágta. Egészen addig vágta az ágakat, amíg a legfeljebb nem ért. Ott pedig az aranymag volt, ami ennek a fának a magja volt. Zsebre vágta, és leugrott. Szerencsére ott volt egy léggömb, azzal hazament, és a király nagy ember létette, szépen és boldogan élt, egy kis grófnő is akadt neki. Itt a vége, fuss el véle!